Ez egy nagyon jó fajta, mint látható, kiváló az állóképessége, nagyon szépek a szemek, teltek a szemek, nagyon jó a minősége. Jász-Nagykun-Szolnok megye rendelkezik az országban a legnagyobb őszi búzavetés területtel, az aratás az idén korábban kezdődött. A termés átlagok széles skálán mozognak, de általában véve közepes mennyiségűek. Nagyon hektikusak a eddig bejövő anyagok, anyagoknak a mennyiségei, a minősége az kiváló, az nagyon jó, mondható az előzetes vizsgálatok alapján. Körülbelül az aratási időszak 60%-ánál tartunk, tehát őszi gabonánál. A szakemberek véleménye szerint a későbbiekben az aszályos időszakok állandósulnak, ami ellen a szárazság tűrő fajták nemesítésével lehet majd válaszolni. Ez meghatározza a Karcagi Kutatóintézet feladatait is. Erre nekünk fel kell készülni, és erre hegyezzük ki főleg a nemesítést, illetve hát nagyon törekszünk a minél jobb fajta, minőségi fajtáknak a nemesítésére, hiszen csak jó minőségi búzát tudunk igazán piacképesen eladni. A karcagi aratást megtekintő Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter szerint néhány nap múlva véget érhet a búza betakarítása. Az ország megfelelő készletekkel rendelkezik majd a kenyérgabonából. A termés az egy jó közepesnek tekinthető, 3,8 tonna per hektára termés átlag. Jó, illetve kiváló minőségű búza az, amit betakarítanak, és az ország kenyérgabona szükséglete, illetve a takarmány szükséglet és az export is biztosított. A miniszter kiemelte még, fontos, hogy jó minőségű magyar vetőmag kerüljön a vetőgépekbe és a földekbe.